elég nagy zsúfoltság mellett laknak itt gyermekes családok, nehéz helyzetben lévő gyerekes családok. És az, hogy mennyire tudjuk barátságossá varázsolni ezt a lakórészt, az nagyban befolyásolja azt, hogy ők hogy tudnak itt minőségi módon élni ez alatt az átmeneti időszak alatt. Azt, hogy most itt ugye látjuk a hátunk mögött dolgoznak, azt a Média Családért Alapítvány segítette, de egyébként ez egy kicsit nagyobb projekt, amit a Mosolyfestő Alapítvány határozott el, hogy szeretne megcsinálni. Mi ebben a szakaszban segítettünk Média Családért Alapítvány, és mellénk álltak a Gödi piaristák. Itt nem csak a folyosón van amúgy mit tenni, de mi most a mi nagy projekt ezt vállaltuk fel. 90 négyzetméteres falfelületről beszélünk. És 18 évesek vagyunk. Ez a harmadik évünk, végzősök vagyunk kőművesként. A családok átmeneti otthonába jöttünk. A festőknek előkészíteni a falat. Leszedjük a tapétát. Fel szeretnék újítani, aztán önként az iskola bevállalta, hogy segítünk, mint kőművesek, illetve van két ács is. Hát itt az oldalfalról nem nagyon, de az ácsok a tetejére kicsit szív. Igen. Felülről nehezebb, itt alul feljött pikpak. Azt nagyon keressük, hogy a gyerekeket, akik nálunk tanulnak, minél hát ilyen valósabb munkavégzésbe tudjanak bekapcsolódni, ne csak az iskola falain belül tanulják, amit kell. Meg azért, hogy most belegondolok, azért itt nem tudom, hogy vagy vele. Én nekem itt belül az jó érzés, hogy nem tudom, hogy milyen emberek vannak itt, de azért láttam, hogy kisgyerekekkel vannak azért, hogy most valahova átmeneti otthonba mennék, én teszem fel, akkor én nekem is jó lesne, hogyha szép élmények közé mennék. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási segítség, és hát talán nem túlzok vele, hogy ezt mi nagyon sok évig nem tudtuk volna meglépni.